Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel. Ezt az engedélyt kérték szerdán délelőtt Nyíregyháza közterület felügyelői a Korzó bevásárlóközpont környékén az autósoktól. A sétáló övezetet keresztező területen ugyanis sokan engedély nélkül is áthajtanak. Ezt próbálják kiszűrni a húsvét előtti nagy bevásárláshoz igazított kétnapos akció során. Ide azt hajtott be, akinek van ide valamilyen jogosultsága, tehát van engedély, hogy ide behajtson. Másik területünk a Korzó és a Műrközpont közötti terület, ahol szintén behajtási engedély szükséges, hogy valaki oda bemenjen. Most itt a városban ezt főleg ezt ellenőrizzük, hiszen nagyon-nagyon sok olyan jármű van, akik mindenféle engedély nélkül behajtanak erre a területekre. Ugye most jön ez a négy napos hosszú hétvége, nagyon-nagyon nagy vallásünnep a húsvéttel kapcsolatban, és ilyenkor ugye mindenki bevásárol mindenbe, és ennek is apropója volt, hogy legyen már az akciónk, és ennek az akción, és másik területünk pedig ugye az útfelújtások érintett terület, elsősorban az Ószőlő utca, Garibaldi utca környéke, illetve kint Sóstón a Brenát és a Fürdő utca környéke, ahol most vannak ezek a nagy felújtási munkák elsősorban. Zöld tojás járt a járművezetőnek. Azért kapta, mert szabály szerint közlekedett. Neki volt jogosultsága behajtani a Korzó és a Művelődési Központ közötti területre. Ez adja az akció érdekességét, a két nap során ugyanis fizetni nem kell a szabálytalanságért. A renitenseknek most mindössze egy piros tojás járt, ami azonban már a délelőtti órákban fogyóeszköz volt. Annak ellenére, hogy meg volt híretve ez az akciónk, mint mondtam, amit kihoztunk ma ide tojásokat, főleg a piros tojás fogyott el majdnem mind, pedig ez több mint 50 darab volt, amit most kihoztunk. És azért, hogy mondjam, egy fájó pont szakály is nekünk, és igazából ugye máskül is hiába dolgozunk, hiába teszünk meg mindent annak érdekében, hogy ez ne így legyen, tehát hogy csak azok jönnek be, akinek egy jogosultsága van, mégis ezt mindenki erre úgy mondjam, tényleg fityet hánynak. Plusz ugye rengeteg olyan hely van, ahol tilos várakozni a belvárosban, tilos megállni, ezt is úgymond nem tartják be. Most például egy ritka pillanat, hogy itt a Korzó melletti terület, ami a ragadó terület, nem áll bent gépkocsi, mert ilyen nem szokott előfordulni. Ez most lehet, hogy az akciónak ez egyik hozadéka, hogy most itt érjen már senki. Aki egyébként bármikor jogosulatlanul hajt be ezekre a korlátozott területekre, és tetten érik, 39 ezer forintos közigazgatási bírságot és 4 büntetőpontot kap érte. A közterület felügyelet húsvét előtti akciója csütörtök estig tart Nyíregyháza belvárosában és a felújítás alatt lévő területeken.